Szerintem a Szovjetuniót nem sikerült ennyire elszigetelni a nemzetközi, akár kulturális vérkeringésből. Még a legdurvább hidegháborús években is divat volt elmenni a vörös térre, vagy, vagy oroszul tanulni. Most, hogyha valaki azt mondja, hogy oroszul szeretne tanulni a világban, akkor furcsán néznek rá. Ami természetesen butaság, hiszen a klasszikus orosz irodalom és a klasszikus történelem és a rengeteg szláv orosz érték ettől nem változott, hogy jelenleg van egy lokális háború. Regionális, globális következményekkel, de itt két ország politikai társadalmi feszültsége okoz egy ilyen konfliktust. Külügyi és külpolitikai témákkal indul a hét a HIT Rádióban, ez itt a Világnézet, én Tamás Csilla vagyok, köszöntöm sok szeretettel a hallgatókat, és egyben kedves vendégemet itt a stúdióban, aki Kis Rajmond, az MCC diplomáciai műhelyének vezetője. Jó, Csukran, reggelt kívánok. Csilla, jó reggelt kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta ismét a meghívásunkat, és hát egy nem túl jó hírrel kezdek. Magyarországot is barátságtalan országnak nyilvánította Oroszország, ugyan állítólag már ott vagyunk ugye a listán az Európai Unión belül, de most külön országként is megjelölte Magyarországot Oroszország. Mit kell erről a listáról tudni? Először is kezdjük onnan, de aztán mit jelent ez a számunkra? Én ezért szeretném megnyugtatni a hallgatóinkat és a nézőinket, és természetesen Csillát is. 2022. március 7-én a Krem szóvivője Dimitri Peszkov közölte, hogy az Európai Unió minden tagállama barátságtalan kategóriába kerül, hiszen azok az országok, akik csatlakoztak a szankciókhoz, és Magyarország csatlakozott a szankciókhoz, ebbe a kategóriába kerülnek. Akár akkor rákerülnek erre a listára, akár nem. Számunkra jelenleg, egyébként korábban is a legfontosabb együttműködés Oroszországgal az energiabiztonsági kérdések mentén egy nagyon pragmatikus, kétoldalú gazdasági kapcsolatok, ahogy hívja a diplomácia, külgazdasági kapcsolatok mentén alakult ki. Itt három fő terület van: a gáz, az olaj, és a Paks 2 beruházás lehetőleg, remélhetőleg folytatódhat a rosszatommal. Magyarország nagyon szeretné, Oroszország is 2030-ig, hiszen Magyarország energiaellátását egy fenntartható zöld energiaforrással rendkívül versenyképes áról lehetne megvalósítani. A gázszerződésünket egyelőre ez a hír, amivel ön kezdett, nem befolyásolja, az olaj, meglévő olajszerződésünket sem, és egyelőre nyugat-európai barátaink, az Európai Unió próbálja blokkolni a rosszatom és Magyarország kétoldalú kapcsolatait. Azt, hogy például a Szijjártó Péter, amiről mi beszéltünk, amikor miniszterelnök, Orbán Viktor miniszterelnök a francia elnökkel tárgyalt, akkor például az egyik potenciális beszállítóval, francia beszállítóval tárgyalt Péter Nem azért, mert a rossz atommal nem szeretnénk tovább dolgozni, hanem a Siemens Energia vállalatot egyelőre nem engedi a német kormány, hogy beszállítsa azt az irányítási szoftver technológiát, amit esetleg a franciáktól fogunk kapni. De szeretném megnyugtatni a hallgatóinkat, hogy remélhetőleg a két oldalú, akár politikai, gazdasági kapcsolatainkban nem jelent ez komolyabb változás. Nem szerencsés. Nemzetközi kapcsolatok nem erről szólnak a nemzetközi kapcsolatokban, akár kultúráról, politikáról, gazdaságról beszélünk, mindig előremutató kapcsolatokban hiszünk, partnereket keresünk, ez a lényeg, közös érdekek mentén, nem szerencsés ilyen listán szerepelni. Említette, hogy szeretné megnyugtatni a, hallgatókat. Engem nem sikerült, megmondom őszintén, az ön szájából is többször, Elkezdjem újra. többször elhangzott, hogy egyelőre nem érinti a gázszerződés, a többi, Azért ott van az az a szó, hogy egyelőre. Igazából engem az érdekelne, hogy ugye március óta, tavaly március, tehát egy éve gyakorlatilag, több mint egy éve, hogy fölkerült az Európai Unió erre a listára. Magyarország miért pont most került föl így külön megemlítve? A gázra csak egy pillanatra, 2021. szeptember 27-én kötöttük meg az Európai Unióban egyedülállóan a Gazprommal a hosszú távú gázszerződést, ami Ilyen. jelenleg a többek között a török áramlaton keresztül érkezik Magyarországra, tehát a gázellátás független a listától biztosított. Azért legalább ebben hagyj nyugtassam meg. Nézzük meg, mi történik a külpolitikában. A mi világunkban, a nyugati világban. Mert azt, hogy mi történik Brazíliában, Dél-Afrikában, Indiában, Kínában, erről ma talán fogunk beszélni, keveset hallanak a magyar hallgatóink és a nézőink. A nyugati politika, a nyugati sajtó folyamatosan jellemzően háborúbarát és Oroszország ellenes. Folyamatosan jelennek meg a hírek, és ösztűz alatt van az agresszor Oroszország. Azért azt gondolom, hogy Oroszországnak ilyenkor reagálnia kell, és Oroszországot sem kell félteni, ilyenkor reagál. Nem kaptam választ a kérdésemre, hogy miért pont most került fel Magyarország arra a listára. Az Európai Unió folyamatosan új szankciókat vezetett be, és szeretne további szankciókat bevezetni. Ugyanígy a NATO tagállamokkal kapcsolatban is elég sok fenntartása van természetesen Oroszországnak. Magyarország éppen most szavazta meg, például Finnország NATO csatlakozását uh -huh. az Észak-Atlanti szerv. Én nem mondom, én nem tudom, hogy miért döntöttek, én csak ötleteket adok hallgatóinknak és önnek is, de én azt gondolom, hogy ebből jelenleg messze menő negatív következtetést ne vonjunk le, hogy mondtam, 2022. március 7-én egy nyilvános fórumon ezt már elmondta a Krem szóvibői. Ettől még én sem örülök, de annyira nem tudom osztani azon a Egyelőre. Ennek örülök. Jevgenyi uh, Stanislavov jelentette be ezt, ugye Oroszország Budapesti Nagy nagykövete, van. és ő mondott egy ilyet is, hogy az orosz nagykövetségen nem tudnak normálisan dolgozni. Mindemellett azért azt is hozzáfűzte, hogy a magyar fél nyitott maradt a konstruktív párbeszédre, továbbra is nyitva vannak a diplomáciai csatornák. Miért nem lehet normálisan dolgozni a nagykövetségen, és ön szerint milyenek az orosz-magyar diplomáciai kapcsolatok? Ahogy mondtam, egy nagy természetesen az egész világ egyre, egyre, inkább pragmatikus gazdasági kapcsolatokra épít. Na de emellett azért rengeteg minden van, a magyar borkostolótól kezdve a közös balettprogramokig rengeteg minden van. Ez történt az elmúlt egy évben, Oroszország megtámadta Ukrajnát, majd ennek következményeként folyamatosan elszigetelődött. Tessék elképzelni, hogy én holnap bejelenteném, hogy holnap tartok egy orosz-magyar estet. Az összes nemzetközi médiában ez lenne a vezető cím, hogy orosz barát, Putyin barát, volt nagykövet, kis Rajmund, orosz estet szervez és pirogot fog enni. Na nagyon nehéz így fenntartani egy kapcsolatot, és ezt már többször mondtam önnek is, Szerintem a Szovjetuniót nem sikerült ennyire elszigetelni a nemzetközi, akár kulturális vérkeringésből. Még a legdurvább hidegháborús években is divat volt elmenni a vörös térre, vagy, vagy oroszul tanulni. Most, hogyha valaki azt mondja, hogy oroszul szeretne tanulni a világban, akkor furcsán néznek rá. Ami természetesen butaság, hiszen a klasszikus orosz irodalom és a klasszikus történelem és a rengeteg szláv orosz érték ettől nem változott, hogy jelenleg van egy lokális háború. Regionális, globális következményekkel, de itt két ország politikai társadalmi feszültsége okoz egy ilyen konfliktust. Adódik a kérdés egyébként most így pont ennek a hírnek a kapcsán, hogy tudunk-e önállóak maradni? Tudunk-e, tud-e Magyarország a szuverén állam érdekeiben eljárni és így építeni a kapcsolatokat. Ugye Orbán Viktor Többször is elmondta, többek között a türk tanácsban elhangzott beszédében is, hogy, hogy ugye Európa hatalmi viszonyainak az újra szerkesztése zajlik, és hogy világgazdaság blokkosodása következhet, ami ellentétes a, magyar érdekekkel. Szóval lehet-e egy ilyen világban teljesen önállóan gondolkodni, és mindegyik blokkal egy aránylag jó kapcsolatot kialakítani és fenntartani? Azt gondolom, hogy az, egy, az elmúlt egy év bebizonyította, hogy van egy magyar utas külpolitika, és most akkor hagyjuk is a külgazdaságot, amiben még sikeresebbek vagyunk. Például a múlt hét hétfőn, amikor Finnország NATO csatlakozását nem szavaztuk, megértve nem szavazták meg a parlamentben a képviselők, akkor a, Finországét igen, Svédországét nem, azóta bebizonyosodott, azóta is például Svédország már politikailag nagyon szigorúan bírálja Magyarországot. Itt a NATO tagállamok, az Egyesült Államok és Európai Uniós partnereink részéről egy nagyon komoly nem tetszésnek adtak hangot. Mondhatom, hogy ez tipikus saját utas, ugyanígy, ahogy Magyarország nem csatlakozott ahhoz az Európai Uniós Egységes Nyilatkozathoz, amelyik támogatta a Hágai Központú Nemzetközi Európai Büntető Bíróság elfogató parancsát Oroszország elnöke ellen. Azért Magyarországnak vannak döntései, ahogy például Magyarország elérte, hogy Magyarországra olaj érkezhet, vagy gáz érkezhet. Nem könnyű, de a magyar történelem és akár csak az elmúlt évtizedek is bebizonyították, de most a legjobb példa a türk tanács, a türk tanács energia tárgyaltak itt a múlt héten. A mi szerepünk, de akár hagyományosan is, hogy valahogy igyekezzünk közvetíteni kelet és nyugat között. Nincs meg szerintem a kellő bizalom, sose volt, észak-dél között sem. És mi értjük a kelet hangját, de ismerjük a nyugati partnereinket, az Európai Unió tagja vagyunk, a NATO szövetségesek tagja vagyunk, mi szerintem kulturális, gazdasági, politikai hidat tudunk építeni a két világ között, talán ez a magyarok küldetése. Az egy nagyon vékony jég ez, amin ö, sétálunk. Ugye, mert itt a két szék között a pad alá is lehet esni, úgyhogy de bízunk benne, hogy ö, ez jól működik. Ö, nagyon sokszor terveztük már ugye, hogy ezekről a bizonyos blokkokról vagy lehetséges blokkokról beszélgetünk. És most ön is mondta, hogy, hogy keveset hallanak olyan blokkokról a magyar hallgatók, amik léteznek és egyre erősebbek. Szerintem most ezt ejtsük meg, hogy mik, melyek ezek a, a blokkok, amikről Orbán Viktor ezen a bizonyos ülésen beszélt. Az elmúlt hetekben olyan fórum volt, ahol 40 afrikai külügyminiszter egyeztetett Oroszországgal. De Szentpéterváron Afrika-Oroszország fórum lesz. De talán akár biztonságpolitikai szempontból, ami március 10-én történt Pekingben, hogy az Irán, Irán nemzetbiztonsági főnöke és a szaudi nemzetbiztonsági főnök megállapodott abban, hogy az iráni elnök riádba látogat, Szaud, Szaud Arábia fővárosába, és 2016 után felveszik újra a kétoldalú diplomáciai kapcsolatokat. Én azt gondolom, hogy nem csak a 21. század pár évtizedének, hanem akár az elmúlt száz év egyik legnagyobb kínai diplomáciai sikere, ami az Egyesült Államoknak nem sikerült. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy évszázados ellentétek vannak, de mondjuk 1979 Komeni Ajatolla győzelme és hatalomra kerülése után a teljes közel-kelet biztonságát ez a két ország ellentéte határozta meg magyarul, Sokat használtuk azt a kifejezést, hogy proxy háború az orosz-ukrán háborúnál. Bármilyen jemeni vagy libanoni konfliktus mögött vagy Irán állt, vagy Szaúd-Arábia. Szaúd arábiának az alapítói 80 ban a szunéta nagyon klasszikus, a legszigorúbb, legradikálisabb iszlám képviselői, míg Irán büszke arra, hogy a tizadik, a 16. század óta a, a síta ö, vallás követi a síta irányzatot az iszlámon belül, és ez nem csak egy vallási háború, ez egy nagyon komoly politikai, gazdasági háború. Ismerhetjük Szaudarábia gazdasági tartalékait, már azt is bejelentették, hogy a korábbi szankciók ellenére Iránba befektetéseket fognak eszközölni. Kína hosszú távú szerződés kötött Szaudarábiával, Ománnal, és Iránnal. Természetesen tudjuk, hogy a nyersanyagok ott vannak. Yuan lesz a pénzügyi kifizető eszköz a dollár helyett. Én azt gondolom, hogy most csak ez a három országnak a történelmi összefogása, természetesen Oroszország ott van majd velük, én azt gondolom, hogy átrajzolhatja akár az olajkereskedelmet, de a dollárnak az eddigi kizárólagos hegemóniáját a 70-es évektől biztos. És ne felejtsük el, hogy pont amikor Hágából az elfogató parancs megérkezett, akkor az újraválasztott Xi Jinping, a világ legnagyobb exportőrének az elnöke, a kínai elnök Moszkvába látogatott. Nem udvariassági látogatás volt, egyébként ez volt a negyedik személyes találkozójuk. Négy és fél órát euh, egyeztettek zárt ajtók között. Azt halljuk a nyugati sajtóból egész nap, hogy most Kína ölébe került Oroszország, és majd Kína fog diktálni négy és forrás tárgyaláson biztos, hogy nem erről volt szó, és abban is biztos vagyok, hogy Ukrajna volt itt a legkisebb szelet a tortában, amiről beszélnek, és még nem beszéltünk Brazíliáról, Indiáról, ami talán a legnagyobb pofon, jelenleg már a világ legnépesebb országa, Indonéziáról. Tulajdonképpen Afrika, Ázsia leszámítva Japánt, és Koreát nem támogatja az Oroszország elleni szankciókat. Nem csak népességről beszélek, óriási gazdasági lehetőségekről. Igen. Hogy említette ezt a találkozót, ez úgy zárult, hogy ahogy mikor búcsúzott el Putyin és Xi Jinping, hogy azt mondta a kínai elnök, hogy valami olyan történik, ami az elmúlt száz évben nem történt, vagy olyan változás történik. Putyin, Putyin erre azt mondta, hogy egyetértek, itt miről lehetett szó? Nem tudom, de azt láthatjuk az elmúlt években nagyon sok minden történt, ami korábban nem. De az biztos, hogy Kissinger talán, amire legbüszkébb, nem ezért kapott volna, vagy me meg is kapta a nobel díjat, csak nem vett át az amerikai tüntetések mert hogy el tudta szigetelni a Szovjetuniót Kínától. A jelenlegi amerikai politika Viszont erre képtelen küldte. volt. Így van. Kínához Szóval azt is mondta Kissinger, ha már őt idézem, hogy a Szovjetuniót, Kínát Egyesült Államokat és Európát a világ nagy ha bármelyiket megpróbálják teljesen elszigetelni, vagy akár a potenciált, a lehetőségeit csökkenteni, abból világháború lehet, és az új világháborúban más jellegű fegyverek vannak, senkit nem riogatni. Igen, és ugye itt még nem beszéltünk a kínai-amerikai összefeszülésről, hogy a Tajvan körül van. Így van. Ön szerint, mik azok az alapelvek, ami, amik mentén érdemes Magyarországnak? és mozognia ebben a blokkosodó világban? A tények makacs dolgok. Tehát, a német gazdaság akkor kezdett szárnyalni, amikor a 60-as évek végén, a 70-es évek elén elindították az akkori Csehszlovákia, Lengyelország, de főleg a Szovjetunió felé, Európában először a keleti nyitást. Még Kissinger is mondta, hogy ebben például az Egyesült Államokat is megelőzték hogyha az elmúlt évtizedekben az európai világhírű ipar, nem mondok márkaneveket, országokat, az olasz ipar, a francia ipar, és nem beszélve a világ negyedik legnagyobb gazdaságáról, a német ipar erre a modellre épült. Én nem mondom, hogy ezt nem lehet lecserélni, de ez nem egy nap lesz amíg megújul energiával, bármivel ezt pótolni lehet. Tehát azt gondolom, hogy Eurázsia szerepe, akkor hagyjuk most Oroszországot politikailag. Eurázsia szerepe, például Azerbajdzsán szerepe, Kazasztán szerepe nagyon meghatározó lehet, Üzbegisztán, Közép-Ázsia egyre inkább erősödik, nyersanyaggal rendelkezik, az Egyesült Államok is szeretne. Az Európai Unió egyik legsikeresebb külpolitikája, pont az eurázsiai együttműködés volt, ami most megint politikai okokból, mint hogyha háttérbe szorulna. Hogyha a Nyugat-Balkánnak tud, el tudna indulni, nem csak az integráció, hanem valóban az Európai Unió része lenne, és egy nagyon jó partnerségi kapcsolat lenne Eurázsiával, mondhatnám a türk tanács tagjaival, egy sokkal biztonságosabb, gazdagabb, versenyképes Európai Unió sikeres, tagállai, sikeres tagállamai között lehetnénk mi is. Talán tényleg ez a mi küldetésünk, hogy a keleti kultúrát és a keleti gazdasági lehetőségeket bemutassuk a nyugati partnereinknek, remélhetőleg rajtunk keresztül. No, akkor tekintsünk a jövőbe. Ugye a héten lesz a NATO külügyminiszteri tanács ülés, és ezt megelőzte egy ilyen előkészítő ülés Lengyelországban, ahol kilenc ország, a NATO a keleti Igen. oldalán található országok vettek részt visegrádiak, baltiak, bolgárok, románok. Tehát, tulajdonképpen a keleti, a kelet-európai országok miről egyeztettek? Először is beszéljünk erről, aztán majd a hét eseményeiről is. Miről egyeztettek, milyen hangulatú volt ez az egyeztetés? Szerintem most ez is nagyon fontos. A NATO-n belül sincs azért olyan erős egység, mint amit a NATO főtitkár szeretne. A NATO főtitkár szerepe, és majd az új választás majd egyszer megér egy külön beszélgetést, hiszen most már a britek, de még von der Leyen is bejelentkezett a spanyol miniszterek, de beszéljünk a, a mi kelet-európai NATO-tagságunkról. Kicsit hasonlít ez a visegrádi négyek jelenlegi hangulatához. A Közép-Kelet-Európai országok elmúlt évtizedes együttműködése sikertörténet. De nem kerülöm ki a kérdést, az orosz-ukrán háború kapcsán, és főleg a fegyverszállítás kapcsán a mi kapcsolatainknak az erőssége is csökkent. Jelenleg Bulgária az egyetlen olyan partnerünk, aki nem fog fegyvert szállítani, lőszert sem Magyarország mellett. A balti tagállamok, ez egyik legrégebbi, legszorosabb szövetségesünk, egy nagyon erős ország a térségben, Lengyelország pedig a háború egyik legnagyobb pártolója, Ukrajna egyik legnagyobb barátja. De a politika változik, ezt tegnap láthattuk Finnországban, 20%-ot sem ért el a korábbi kormányzó pártnak a miniszterelnöke, tehát a politika változik, én azt gondolom, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a háború mellett nekünk mennyi közös dolgunk van. A háború mellett nekünk nemzetközi konfliktusokban kell együtt fellépni és dolgozni. Szijjártó Péter külügyminiszter megerősítette, hogy a magyar grippenek, a svédgyártású magyar grippenek ő továbbra is légtérvédelmet fognak ellátni a Baltikumban. Koszovóban parancsnoki pozícióban vagyunk. Nem kizárt, hogy 2025-től bosznia hercegovinában is jelentős szerepet kapunk. Tehát a kelet-európai NATO tagállamoknak nem csak Ukrajnáról kell beszélni. Nagyon komoly biztonságpolitikai kihívást okozott az elmúlt évben kirobbant háború, fegyverkezési verseny indult el, de ez a fegyverkezési verseny, ez mondjuk ilyen szovjet múzeumi raktárakra hasonlító, első körben fegyvereket kapott azért Ukrajna, nem a legújabb technológiát. Katonai szakértők ebben a stúdióban már elmondták, hogy azok a migek például, amit Szlovákia átad Ukrajnának, 80%-a nem üzemképes. Tehát azt gondolom, hogy a NATO csúcs előtt rengeteg más kérdés is van. Ami természetesen fontos, ami holnap lesz, és számunkra is fontos, hogy lesz egy NATO-Ukrajna csúcs, amit 2018 óta Magyarország sikeresen blokkolt. Viszont ez egy precedens jog volt, ez egy szokás jog volt. A NATO alapszerződésében, főleg a 2008-9 után kialakított kartában benne van, hogy egy társulási szerződés potenciális tagfelvétel esetén csatlakozhat egy ilyen ország jelölt, Ukrajna pedig most jelenleg egy ilyen jelölt, mi ennek természetesen nem örülünk az ismert okokból, de a magyar álláspont ebben is következetes, semmilyen integrációját nem fogjuk támogatni Ukrajnának, sem a NATO felé, sem pedig az Európai Unió felé, amíg nem rendeződnek a nemzettársaink, konfitársaink nemzetiségi jogaik Ukrajnában. De nincs még két hete, hogy itt volt az ukrán volt külügyminiszter, a Matthias Korvinus kollégium tartott egy nemzetközi fórumot, és ő volt az egyik vendégünk, és ő rendkívül optimistán azt mondta, hogy ezt az ügyet Ukrajna le fogja tárgyalni Magyarországgal. Profét, a szóljon belőle! Szijjártó Péter néhány nappal ezelőtt kiírt a Facebookra egy érdekes mondatot, még ezt egy utoljára, most nagyon-nagyon kevés időnk van, igazából nincs is már időnk, de, de ezt még megkérdezem öntől, a legfontosabb célunk, hogy a NATO és Oroszország között ne jöhessen létre közvetlen konfliktus, mert ez tragédiához vezethetne. Mekkora az esélye annak, hogy létrejön a NATO és Oroszország között egy közvetlen konfliktus? Nem nulla százalék. Ez megnyugtató, viszont kisfelémnek köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm, hogy itt lehettem.